Itt tartunk tehát most, 6% a munkanélküliség, és a hazai, illetve a külföldi elemzők nagy része is azt mondja, hogy fog ez még lejjebb is menni a következő időszakban. Hogyha figyelték a híreket, hallhatták, hogy mostanában gyakorlatilag minden napra jutott egy-egy nagyobb beruházásról szóló bejelentés, ezeket gyűjtöttük önöknek össze. Mai hír tehát, most mondtuk, hogy Debrecenben egy amerikai vállalat létrehoz egy szolgáltató központot, ez 404 új munkahelyet jelent. Tegnap jelentették be, hogy a kínai Yanfeng autóipari cég Pápán fejleszt, ez 450 új munkahelyet jelent. Hétfőn lerakták a Béres gyógyszergyár új üzemének alapkövét Szolnokon, 60 új munkahely. Múlt héten derült ki, hogy a Continental csoport Szegeden terjeszkedik, oda majd a tervek szerint 50 embert vesznek föl. Éppen egy hete Szolnokon átadták az egyik amerikai autóipari cég új csarnokát, ott 800 ember dolgozik majd, a német ThyssenKrupp pedig a Jászfényszarui ipari parkban épít üzemet, ez 500 embernek ad munkát. Közben láthatják, hogy számoljuk, ez még csak az elmúlt 10 napnak az eredménye, ugyanis egy másik német cég pedig Tatabányán fogja megduplázni a kapacitását, ott 180 új munkáját hoznak létre, és akkor a legutolsó, éppen 10 nappal ezelőtt a Csaba Kaszt nevű vállalkozás bejelentette, hogy Heves megyében 130 új munkahelyet hoznak létre. Ha ezt így összeadjuk az elmúlt 10 napot, az azt jelenti, hogy 10 nap alatt 2574 új munkahelyet jelentettek be, és ebben természetesen a kisebb cégek nincsenek benne, csak a komolyabb, általában több milliárd forintos beruházások. És a hírek szerint holnap újabb nagy bejelentés várható méghozzá az egyik német járműgyártóval kapcsolatban, de erre majd a holnapi híradóban visszatérünk.